Felelős szülők iskolája vírus videósorozatban dr. Gyurkó Szilvia, gyermekjogász, a Hintalabon Alapítványnak a vezetője, és ugye a gyermekek világnapja kapcsán forgatunk most veled itt az UNICEF eseményen. Hogyha össze kellene foglalnod, hogy mi a legfontosabb most, amire felhívnád a szülők, a pedagógusok figyelmét, akár Magyarországon vagy kitekintve, mi az a három dolog, amit kiemelnél a gyermekjogok megvalósítása kapcsán? Az első legfontosabb az az, hogy ismernünk kellene a gyerekjogokat, tehát már óvodáskortól nyugodtan lehet a gyerekeknek beszélni arról, hogy milyen jogaik vannak. Nem kell félni attól, hogy elszalad velük a ló, és ha megtudják a jogaikat, akkor onnantól kezdve már nem lehet őket kordában tartani, sőt, antul inkább, minél inkább tudatosak a gyerekek a saját jogaikban, annál inkább tudnak felelősséget vállalni saját magukért, meg a közösség jólétéért, amiben vannak. A második nagyon fontos dolog, hogy tekintsük a gyerekjogokat egy ökoszisztémának, egy olyan rendszernek, amiből igazából nem lehet egy-egy pontot kiemelni, az lenne a fontos, hogy általánosságban jó szinten tartsuk a gyerekeket. A harmadik pedig az, hogy a gyerekkor 18 éves korig tart, ne felejtkezzünk el azokról a gyerekekről sem, akik 16-17-18 évesek, mert lehet, hogy felnőttnek imponálnak, de még ők is új úton vannak, és szükségük van azokra a szülői és felnőtt megerősítésekre, támogatásokra, figyelemre, ami az életbe való kilépéshez kell. Egyetértesz azzal, hogy alapvetően a családban kell elkezdeni az erről való beszélgetést, illetőleg mi, a mi korosztályunk milyen példát tud mutatni, hiszen ez nagyon sokszor tabu volt. Nemet sem lehetett mondani jellemzően az oktatásban, mégis erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Hát alapvetően az ENSZ gyerekjogi egyezménye is azt mondja, hogy a szülő kötelezettsége elsődlegesen a gyerekjogairól való gondoskodás, de nem emelhetőek ki a családok sem abból a társadalomból, abból a közösségből, amiben vagyunk. A legújabb erőszakjelentése a WHO-nak kifejezetten arra hívja fel a figyelmet, hogy a családokat is a közösségen belül kell megismerni. Nagyon fontos, hogy adott társadalom mit gondol az erőszakról, hol húzza meg a határokat, mit gondol a gyerekek jólétéért, mit feltételez, hogy mi abban a szerepe, mikor tagítunk egy családot szegénynek, mit gondolunk, hogy a szegénységgel kapcsolatban mit kell tennünk. Ezek mind-mind olyan kérdések, amikre fontosak a válaszok egyéni szinten is, de társadalmi szinten is. És ebben például a közösségek összefogása, az olyan civil szervezetek, mint a Felelős Szülők Iskolája, és aki közös narratívák mentén próbálja meg megerősíteni szülőknek az elköteleződését, nagyon fontos szerepet játszanak. Tudsz-e mondani esetleg olyan programokat, olyan eszközöket, olyan játékokat, amit mondjuk adott esetben mi szülőkbe tudunk vonni, ami alapján tudunk beszélni gyerekjogokról, vagy egyáltalán társadalmi különbözőségekről, nyilván életkortól különbözően? Vannak mesekönyvek is, amik egy-egy kérdésre hívják fel a figyelmet, Kolibrinak és a Pagonynak is vannak ilyen könyveik, akár szegénységről van szó, akár kortárszaktásról, ezeket mind lehet használni. A TASZ-nak van a Mondó programja, ami egy nagyon szép kártyajáték, ha jól tudom, tervezik a továbbfejlesztését, úgyhogy ezt már nagyon várjuk, hogy hogy fog tovább menni. Az Európa Tanácsnak vannak emberi jogi játékai, amiknek nézik a gyerekjogok is, úgyhogy azért, ha nem is sok, de azért pár dolgot már lehet használni. Hogyha esetleg egy-egy elkötelezett pedagógus szán erre időt és teret, osztályfőnöki óra vagy bármilyen óra keretében, hogy ezt beemelje, akkor lehet-e hívni esetleg benneteket, tájékoztatni emberi jogokról, olyan szakmai területekről, ami mondjuk egy pedagógusnak nem ismeretlen? Ilyen programok, hál' Istennek, már több van. Az UNICEF-nek is van az ébresztő óra programja, a Hintalabon Alapítványnak is van gyerekjogi órája, de például a SOM, ugye a Sokszínűség Hete, az minden márciusban van. Ezek olyan képzési programok, amikre az iskolák kaphatnak tankönyveket is, meg felnőtt módszertani útmutatókat, és segíthetnek a gyerekeket abban, hogy a különböző kisebbségi kérdésekben érzékenyen tudjanak válaszolni a gyerekeknek, és ilyen foglalkozásokat tartsanak. Nagyon sok kamaszt látunk, aki mostanában aktivista, és beleáll a dolgokba, és önkéntesek, amire azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok. Hogyha felhívnád a figyelmüket a kamaszoknak, hogy milyen területen mutassák meg magukat, akkor mi lenne az, amit kiemelnél? Hát ezt megfordítanám, azt gondolom, hogy ami érdekli őket, abban vállaljanak szerepet, legyen az környezetvédelem, legyenek kisebbségi ügyek, legyenek nőjogok, erőszakkal szembeni kiállás, ami számukra fontos, amihez érzik a közelséget, ami megdobbantja a szívüket, arról olvassanak többet, nézzenek utána. Az internet ez egy nagyon jó forrás erre, és ha találnak egy témát, ami mellett el tudnak köteleződni, akkor találnak hozzá civil szervezetet is Magyarországon, akihez közelebb tudnak menni. Adjanak értelmet annak az 50 órányi szolgáltnak, amit meg kell csinálni az érettségihez, és tanuljanak minél többet erről, hogy milyen világban élünk. Nagyon sok kutatást végeztek, ugye nagyon sok mindenben tájékoztatjátok a fiatalokat. Mi az, ami legfrissebben kijött most tőletek, és amiben a legmarkánsabb adatra hívnád fel a figyelmet?
Hát a legnagyobb kutatásunkat te hogy látod, ami több mint 5300 gyerek bevonásával készült, és egy általános képet ad arról, hogy milyen gyereknek lenni ma Magyarországon. Ezen belül a leginkább, ami megérintett minket, ez a biztonsággal kapcsolatos válaszok a gyerekeknek, hogy mennyire nem érzik magukat biztonságban az interneten, amivel egyenesen adódott, hogy nagyon fontos minden olyan program, ami a szülőket erősíti meg abban, hogy a saját szülői szerepük mi az online térben, meg a digitális eszközökkel kapcsolatban, és hogyan tudnak biztonságos jó teret adni a gyerekeknek az interneten is. Nagyon szépen köszönöm, és a szülőket meg arra biztatom, és a pedagógusokat is, hogy adjanak teret és helyet annak, hogy a gyereki jogokról beszéljünk, mert hogy nagyon sokrétű és nagyon fontos feladat. Köszönöm szépen!